Az ársapkák politikája a helyes politika, erről a parlamentben beszélt a miniszterelnök, amikor az ellenzéki frakciók kérdezték a háborúról és a gazdasági válságról. Orbán Viktor azt mondta, egész Európát háborús infláció sújtja, és ez azokban az országokban magasabb, amelyek közelebb vannak a háborús zónához. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az árszabályozás az egyetlen eszköz, amivel meg tudjuk védeni a családokat. A demokratikus koalíciónak van egy határozati javaslata, több hete. Kértük, kérjük, fogadják el ezeket a javaslatokat. Csökkentsék az év végéig 0%-ra az alapvető élelmiszerek áfáját. Erre kérte a kormányfőt a parlamentben az azonnali kérdések során a DK képviselője Kálmán Olga. Az egész kontinenst egy háborús infláció sújtja. A miniszterelnök válaszában kifejtette, egész Európát háborús infláció sújtja, amely ország közelebb van a háborús zónához, ott az infláció is magasabb. Orbán Viktor azt mondta, az ársapkák politikája a helyes politika, enélkül reménytelen helyzetbe kerültek volna a családok. Mi elég régóta ülünk már itt és űzzük ezt az ipart. Higgy el nekem, hogyha áfát csökkentünk, azzal nem az ár megy lejjebb, hanem a kereskedők fogják eltenni az összeget. Ezért a helyes politika az az ársapkák politikája. Ezért szerintem helyes és fönntartandó, hogy a rezsicsökkentést megvédjük, fontos, hogy az élelmiszer termékek egy részén ársapka van, hogy üzemanyag ársapka van, és a kamatokat is bekorlátoztuk. Engedjék el az alapvető élelmiszerek áfáját. A DK-hoz hasonló állásponton volt a Jobbik képviselője is. A miniszterelnök azonban leszögezte, a magyar kormánynak az infláció és az áremelkedés elleni küzdelemben nincs semmi szégyelnivalója. Az árakat egyetlen módon lehet csökkenteni, hogyha tetszik nekünk vagy sem, egyezik-e a békeidőben vallott nézeteinkkel vagy nem. Amikor be kell avatkozni, akkor árszabályozást kell bevezetni. Ez az egyetlen eszköz, amivel meg tudjuk védeni a családokat. Az eszköz működik, és semmilyen más eszköz nem működik. A Párbeszéd szerint megszorító csomagot vezetett be a kormány. Orbán Viktor válaszában úgy fogalmazott, Magyarországon nincs és nem is lesz megszorítás. Megszorítás az önök által támogatott Gyurcsány kormányban volt, és az MSZP-s kormányok idején. Orbán Viktor hozzátette, a kormány a megszorítás helyett megvédi azokat az eredményeket, amelyeket korábban elért, a nyugdíjat, a teljes foglalkoztatást, a rezsicsökkentést és a családvédelmi támogatásokat.